Újváriné Tüskés Anna vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszékének adjunktusa. Jelen előadásomban a járványokról fogok beszélni az európai képzőművészetben, különös tekintettel a pestisre, a leprára és a kolerára. A pestis és a lepra egész középkorban jelen volt kontinensünkön, ezzel szemben a kolera csak az 1820-as években jelent meg Európában. A lepra, másik nevén bélpoklosság. A Bibliában több helyen is említésre kerül ez a betegség. Ezen a képen Erhard Adorfer német művész műhelyében készült oltárképen a szegény és a gazdag Lázár történetének részleteként emelem ki. Gazdag Lázár házának bejáratánál a lépcső alján ülő szegény Lázárt, akinek a sebeit kutyák nyalogatják. A lepra és a bélpoklosság attribútumként is megjelenhetnek, mint a cselekvő testvéri szeretet, a betegápolás tanúi. Például Árpádházi Szent Erzsébet legendájából tudjuk, hogy gyakran mosdatott betegeket, és ezeket a betegeket a művészek leprás bőrbetegekként ábrázolják. Ezen a dián Árpádházi Szent Erzsébet kassai főoltárképét mutatom, melynek egyik részlete pont azt ábrázolja, amint Erzsébet betegeket ápol. A leprásokhoz hasonlóan jelenítik meg az anyaros mérgezés által okozott Szent Antal tüze nevű bőrbetegségben szenvedőket Remete Szent Antal ábrázolásain. Matthias Grünewald Remete Szent Antal megkísértése jelenetén a bal alsó sarokban látunk leprásokhoz hasonló bőrbetegségben szenvedő alakot. Idősebb Peter Bruegel németalföldi festő Halál diadala című képén a pestis pusztításának szörnyűségeit ábrázolta. Egy másik fontos kép Napóleonhoz kapcsolódik, a katonáit meglátogató hadvezér ábrázolására adott megrendelést a császár Antoine Jean Gros festőjének 1804-ben. Az orvoshiány, a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság miatt a hívő nép természetesen védőszenteket választott magának, akikhez pestis idején fohászkodtak. A szentek egy része a 3.-4. században élt, és hitükért, keresztény hitükért haltak vértanú halált. Ilyen volt Szent György, 3.-4. században élt, őt a sárkány legyőzése miatt főként pestis és lepra esetén fohászkodtak hozzá, és ispotályok védőszentjének is tekintették. Szent Kristóf a 3. században élt, és úgy gondolták, hogy a képe megúva váratlan haláltól, a balesettől és a pestistől. Ezért képét általában a templomok külső falán festették meg. Másik ókeresztény szent, Szent Sebestyén a 3. században élt, mint segítő szenthez fordultak hozzá pestis és más járványok idején. A szentek, a védőszentek másik csoportja, akik maguk is gyógyítottak pestises betegeket, illetve pestisbe estek és meggyógyultak belőle. Ilyen szentek voltak Szent Rókus, 14. században élt, aki Itáliába menve pestises betegeket ápolt az 1367-68-as itáliai pestis idején, majd maga is pestisbe esett, de Isten segítségével kigyógyult belőle. Egy másik ilyen szent, Boromei Szent Károly, 16. században élt, Milánó város érseke volt, és az 1567-es milánói pestis idején nem elmenekült a városból, hanem ápolta, gyógyította a betegeket. Ezért a későbbi századokban főként Szent Rókushoz és Boromei Szent Károlyhoz fohászkodtak a pestises betegek. Ilyen pestis védőszent volt Palermói Szent Rozália. Ő a 12. században élt, és remeteként elvonult Palermo városából a hegyekbe, egy barlangba végezte be életét. Az 1624-es palermói pestis idején jelent meg több betegnek látomásban, és az egyik
látomásban elmondta, hogy hol található az ő holtteste, és kérte, illetve javasolta, hogy hozzák az ő maradványait Palermo városába, és akkor el fog múlni a Pest is. Így is történt, azóta őt is a pestis védőszentek között tisztelték. Magyarországi tiszteletének is vannak emlékei, például a Jászapáti temető Rozália kápolnája, amelyet 1739-ben építettek a jászapátiak. A kápolna homlokzatán Szent Rozáliát látjuk, amint a barlangban keresztel a kezében fekszik. Magyarországon két másik szentet is tiszteltek és segítségül hívtak pestis járványok idején. Ez Szent Rókus, akiről már említettem, hogy a 14. században élt és gyógyította a pestises betegeket. Számos oltáron látjuk az ő szobrát. Jól felismerhető, hogy egy kutya van a lábánál, aki kenyeret visz neki, amikor betegségbe esett, akkor kivonult a városból, hogy nehogy másokat is megfertőzön, és egy kutya táplálta őt kenyérrel. Másik attribútuma, hogy az egyik lábán felemeli a köntösét, és rámutat a betegségére, a pestises sebekre. Itt a baloldali képen az Andocsi Ferences templom egyik oltárán lévő szobrát mutatom, a jobboldali képen pedig a Lajtabrukki Szent Háromság templom egyik oltárának részletét. Boromei Szent Károly, milánói érsek, tisztelete egész Európában elterjedt a 16. század második felétől, így Magyarországon, illetve Ausztriában is számos helyen találkozunk a tiszteletére emelt oltárokkal, templomokkal. A tiszteletére épített templomok közül a legismertebb, legnagyobb, legmonumentálisabb a bécsi Karlskirche. Ennek kupolájában az ő megdicsőülését festette meg Johann Michael Rothmayer 1726 és 29 között. A pestis betegségek idején nem csak egyes szentekhez fohászkodtak a hívők, hanem egyes kegyképekhez is. A pestis idején Nagyszombatban, a Szent Miklós templomban, az egyik oltáron őrzött Mária kegyképhez fohászkodtak a hívők. Feljegyzések vannak arról, hogy az 1708-as pestis idején azt tapasztalták, hogy könnyezett, verítékezett a kegykép 3 napon keresztül. Ezután a pestis elmúltával a püspök vizsgálatot rendelt el, és kiderült, hogy a kegykép már korábban is könnyezett a török elleni háborúk idején. A következő 2 évvel későbbi, az 1700-as, 10-es pestis járványban a képet kivitték a városba, körmenetbe körülhordozták, és még azon a napon elmúlt a pest is a feljegyzések szerint. Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében számos pestishez kapcsolódó kápolnánk, Szent Háromság oszlopunk áll mind a mai napig. Ezeket hálából, fogadalomból építették, emelték a hívők. Ilyen kápolna a pécsi Havasboldogasszony kápolna, amelyet az 1690-91. Évi nagy pestis járvány után hálából emeltek a túlélők. Egy másik mindenki által ismert Szent Háromság oszlop a budai Mátyás templom előtti téren álló Szent Háromság oszlop, ezt is a hálás túlélők 1691 után állították. A kassai főtéren álló pestis oszlop 1720-25 között készült, a talapzatán látható egyik dombormű, a pestis allegóriája. Ezzel látjuk, hogy a betegeket hogyan próbálták gyógyítani, ellátni, füstölőkkel próbáltak védekezni a betegség ellen. Köszönöm szépen a figyelmüket!